Felújítási munkálatok, új tűzoltógépjármű, szakmasztálya, kerékpározók és fejlesztések egyaránt helyet kapnak a mai Balcsi Krónikában. Jó napot kívánok! A Hit Televízió szerkesztősége nevében is köszöntöm Önöket. Tudják, ez az a szerkesztőség, amelyet a hét minden napján hívhatnak a 0670 639 102 7-es, illetve az 565 266-os telefonszámon, és írhatnak is nekünk az info@balcsmedia.hu címre. De most elsőként is nézzük, hogy mit kínálunk Önöknek a mai Balcsi Krónikában. A balcsi fejlesztéseket járták körbe a helyi képviselők. Hosszabb lesz a leállás a felújítások miatt a fürdőn, de a szezonra minden elkészül. Új fecskendőt kaptak a balcsi tűzoltók. Az országos 10-ből egy autó ide érkezett. Hetek óta készül a Hungexpóra a balcsi Ács kiválóság, Graf András. A kulisszák mögé néztünk. Az Unió nem csak konfliktus és harc, az Európai Unió együttműködés is. A gimnáziumban beszélgettek a nemzetközi együttműködésről. Újoncok is kerékpára pattantak, hogy átkerekezzenek Rizsnicára. A tavasz beköszöntével egy sor túra várja az érdeklődőket. Pótmunkákra van szükség, ezért tovább tart zárva a balcsi fürdő. A felújítás időszakát április 27-ig hosszabbították meg. Ez is eldőlt azon a helyszíni bejáráson, amelyen a városi fejlesztések egy részét vették górcső alá képviselők. A strand mellett a judóterem kialakításához is további munkálatok szükségesek. Fejlesztések zajlanak a balcsi gyógyfürdő és rekreációs központban, illetve a judóteremben. A napokban helyszínbejárást szervezett Karvalics Ottó polgármester azzal a céllal, hogy áttekintsék a munkálatokat. Több kiegészítő felújítás vált ugyanis szükségessé, amelyek vélhetően az idei városi büdzsét is érintik majd. Ugye többféle fejlesztés van itt a napközi otthon, volt napközi otthon épületébe. Ugye kaptunk a Judo Szövetségtől egy kis pénzt, és ebből megpróbáljuk kialakítani a belsejét, hogy nekik legyen egy önálló edzési lehetőségük, és most itt ezt látni. Tulajdonképpen elég közel állunk a befejezéshez, de belül. De a többi fejlesztés, ugye szeretném, hogyha ez az épület olyan állapotba kerülne, hogy kívülről is, tehát a beállást megakadályozni, a csatornákat kijavítani, a külső homlokzatot, és ugye az udvarban lévő hátsó lapos épület, amely két tanterem volt, abból csinálni egy raktárt még hozzá, azért, mert a Bem utcából ki kell költöztetni a Vöröskeresztet, a Mátai Szeretett Szolgálatot, ugye a raktárukat, és itt ebbe a részbe szeretnénk elhelyezni, mert valahol helyet kell biztosítani, ott ember helyet kell biztosítani a gyerekesély programnak, az 500 milliós programunknak, hogy meg tudjuk csinálni. A terem belseje feltételezhetően egy hónap múlva készen áll arra, hogy használatba vegyék a gyerekek. A további műveletek így az épület külsejének és az udvarban található lapos tetős épületnek az átalakítása már nem fogja zavarni a sportolók munkáját. A judóterem mellett azonban a balcsi strandon sincs hiány fejlesztésekből, hiszen a nyílászárok tervezett cseréje mellett egy újabb medencét is felújít a vezetőség. Ami pedig most folyamatban van, az pedig az élménymedencénk felújítása, ahol pedig olyan konstrukciós hibák derültek ki, hogy, illetve hát számítottunk rá, hogy lesznek, mert hogy sok éven keresztül próbáltuk mi javítani azokat a hibákat, amiket a fagy okozott a medence vízből kiérő részeiben. Ezeket sikerült egy ideig rendeznünk, de most már olyan szintet ért el a probléma a tavalyi évben, hogy attól tartottunk, hogy esetleg egy nyári szezonban fog szétesni, és akkor az ugye a bevétel késésen kívül rengeteg víz, illetve sok idő lett volna, ezért aztán most úgy terveztük, hogy akkor most még a szezon előtt felújítjuk a medencét. Ez a medence új csempéket fog kapni, a víz, szintén ahogy mondtam, a vízből kiérő részeken, hiszen ami a víz alatt van, azok egészen stabilan állnak a helyükön. Technológiailag itt is egy
szintet fogunk ugrani, hiszen a fugázásban például akárcsak a tavalyi évben az úszodánál egy új technológiát fogunk használni, ami várhatóan segíti majd a vízzárást, és sokkal nehezebben fognak szétfagyni a medence külső részei. Ez a tavalyi évben már bizonyított egyébként ez a technológia, hiszen az úszodán az idén egyáltalán semmiféle problémát, állagromlást nem érzékeltünk. Ez tehát a második medence, amit felújít a város az elmúlt időszakban, hiszen a kinti nagy medencét már rendbe hozták. A képviselő testület tagjai feltételezhetően tárgyalják a gyógyászati gyógyvizes medencék közötti rész burkolat cseréjét is. Ezen jelenleg apró mozaikos burkolat van, amit célszerű lenne egy nagyobb méretű, kifejezetten gyógyvízre kifejlesztett, csúszásmentes lapokra kicserélni. Azonban nem csak az idei évre adódik munka, hanem a következőre is. A következő évre van egy nagyobb fejlesztés, amelyik a harmadik rész, az a gyerekmedence és annak a térnek a kialakítása. Ezen kívül természetesen folyamatosan megy, hogy ablakokat cserélünk, nyilvánzárókat azért, mert gombásodik, mert meleg víz, mert víz csapódik ki, és tulajdonképpen most a strand abban az állapotában van, hogy egy komplett felújítás ráférne, de ezt nem tudjuk megengedni egy évben magunknak, hanem ütemezetten évekre eltúlva, de a végére fogunk érni. A strand fejlesztésének költsége benne van a város gazdálkodás költségvetésében. A most végzett munkák nagyjából 26 millió forintba kerülnek. A judóterem kialakításához azonban plusz forrást kell hozzátenni. Bár a judószövetségtől 40 millió forint támogatást kapott a város, de ezen felül még nagyjából 29 millió forintot kell költeni itt a felújításokra. A két rekonstrukció vélhetően a költségvetés módosításával is jár. Ezt mutatták be a helyszíni bejáráson a városatyáknak. Új tűzoltójárművet kapott a Barcsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Április 6-án összesen 10 újabb hazai gyártású fecskendőt adtak át a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán. Ezekkel együtt már 100 új jármű teljesít szolgálatot a tűzoltó parancsnokságokon, ezek közül egy Barcson. Új gépjármű fecskendővel gazdagodott a Barcsi Tűzoltóság gépparkja. A hazai tűzoltóautógyártás újjáélesztése és a sorozatgyártás beindítása óta áprilisban volt a 7. alkalom, amikor új járművek kerültek a rendszerbe. Egy pályázat keretében készültek ezek a gépjármű fecskendők, immár a sokadik ez, megyénkben már örömmel mondhatom, hogy a negyedik, ami átadásra került, és ami itt a barcsi emberek és a környék biztonságát fogja szolgálni, illetve a kollégáimnak szintén a biztonságát, és azt, hogy szakszerűbben, hatékonyabban és gyorsabban tudják végrehajtani a bevetéseket. Az ünnepélyes avatást és szentelést követően megkezdődött az új jármű felmálházása is. Rengeteg felszerelés került rá málházásra. Hát most nem akarom a nézőket azzal untatni, hogy mik azok a korszerű berendezések, amelyek tűzoltásnál felhasználhatók, illetve műszaki mentéseknél, hiszen köztudott, hogy most már egyre több a műszaki mentés, amiből legtöbb a közlekedési baleset, és olyan szerszámok, kézi szerszámok, gépek, berendezések, eszközök vannak málházva, amik egy közlekedési balesetnél elsősorban a járműbe szorult sérülteknek a minél gyorsabb kiemelését, mentését lehetővé teszik. Az új felépítésű gépjármű fecskendők a Hérosz, a Rába és a Renault együttműködésében készültek és készülnek Rosenbauer szivattyú beépítésével. A működtetést pedig érintőképernyős, számítógépes rendszerrel lehet végezni, de bármikor át lehet térni mechanikus működtetésre is. Biztonságosabb a futóműve, kényelmesebb benne utazni, és könnyebb vezetni, mint egy személygépjárművet. Gyakorlatilag egy teljesen új gépjármű fecskendőről beszélünk, ami a korábbihoz hasonlóan a mentőtűződen feladatok ellátására maximálisan alkalmas. Mindezt megfejli azt, hogy teljesen új szakfelszerelések és speciális felszerelésekkel kaptuk ezt a gépjármű fecskendőt, ami azt segíti, hogy a munkánkat minél hatékonyabban tudjuk megvalósítani. A málha tartalma tulajdonképpen egy belső intézkedés értelmében előírás szerinti egységes, de ezen felül helyi sajátosságként a használók rátehetnek olyan plusz dolgokat, melyek megkönnyítik a feladat végzésüket. Persze az új felépítés miatt más az eszközök tárolása és elhelyezése,
Ezt is ezekben a napokban tanulják a tűzoltók. Tulajdonképpen egy-egy ilyen be- és kipakolás, úgynevezett fel- illetve lemálházás is ezt a célt szolgálja. Nagyon sokat kell még tesztelni az autót, a sofőrök, hát ez egy nagy kihívás elé állítja. Maga a felépítmény a korábbi első szerünkhöz képest plusz 2000 liter víz többlettel rendelkezik, tehát ezen a fecskendőn 4000 liter víz található, ami alkalmas a tűzoltására, illetve habképzőanyag 400 liter található rajta. Komfortjában, kényelmében említeném azt, hogy azért a legénységi fülke, illetve a sofőr ülés és az egész kényelem úgy van kialakítva, hogy egy picit mondhatom úgy, hogy kényelmesebben utaznak benne a tűzoltók. Jelen pillanatban a megye minden parancsnokságára került egy-egy ilyen típusú gépjármű fecskendő, de ezen kívül is szerencsére mindenhol egyre korszerűbb eszközök, egyre modernebb eszközök állnak a tűzoltók rendelkezésére. Az igazgató úr úgy fogalmazott, egyre fiatalodik a géppark. Ez a gépjármű fecskendő az egyes szerként lesz, ha minden jól megy, jövő héttől szolgálatba állítva. Ezen kívül van egy 4000 liter hordozására alkalmas vízszállítónk, valamint egy Mercedes Unimog speciális erdőtüzes gépjármű fecskendőnk, illetve a Dráva folyó miatt egy kis hajó is szolgálatban van nálunk. A 4000 literes víz, illetve 400 literes habképzőanyag tartállyal rendelkező jármű fecskendőit úgy alakították ki, hogy városi körülmények között és lakott területen kívül nehéz terep viszonyok között is gyorsan, megbízhatóan, hatékonyan működjenek. A jó szakma felér egy diplomával. Ezzel a szlogennel vágtak bele az idei évben is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett szakmasztárja versenybe, a fizikai szakmákat, beleértve a ráépülő magasabban kvalifikált szakmákat is tanuló diákok országszerte. A selejtezők és az elődöntő után Barcsi tanulóért is izgulhatunk a budapesti döntőben. Graf András, a Kaposvári SC Barcsi Ipari Kereskedelmi és Vendéglátóipari Gimnáziuma és szakközépiskolájának diákja a Hungexpon megrendezett fesztiválon mutathatja meg, hogy mit tud. A 11. alkalommal megrendezett Szakmasztár Fesztivál 2018. április 23 és 25-e között Budapesten a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában várja az érdeklődőket, ahol az idei évben Graf András, a Kaposvári SC Bacsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának diákja az ácsok között száll versenybe az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjében. Először csak írásbeli volt, aztán a második fordulóban már volt gyakorlat szóbeli, írásbeli, és most csak gyakorlat lesz a harmadikban, döntőn már csak gyakorlat lesz ácsmunka. Egy kicsit beleviszik a tetőfedést is, mondjuk az egy másik szakma, de azért beleviszik. A döntőbe már bejutni is nagy dicsőség, hiszen több fordulón válogatják ki a verseny szervezői az ország legjobb tanulói közül azokat, akik a Hungexpon ringbe szállhatnak a legjobbnak járó díjért. Azért az írásbeli részre oda sokat gyakoroltam, ott igazából jó eredményt is értem el. A szóbeli, meg a szóbeli sokat készültem, a gyakorlati, az pedig a gyakorlati helyen, és itt az iskolában gyakoroltunk. A szóbeli az abban 99%-ot értem el, az ugye az előző évi példányokat néztük meg, és gyakoroltuk. A gyakorlati, ott igazából nem tudom, hogy sikerült, azt nem mondták, hogy igazából csak az derült ki, hogy tovább jutottam. Azt nem tudom, hogy most hogy sikerült. Míg az írásbeli forduló alkalmával csak elméleti, addig a középdöntőben már gyakorlati tudásukról is számot kell adniuk a versenyző nebulóknak. A versenyfeladatokat adott időn belül kell teljesíteni. Ágyszerkezetépítés, tehát egy hasonló, mint amit itt ma ketten gyakorolgatunk, aztán hőszigetelés, tehát a hőszigetelés, ami ez a modern hőszigetelés, sem pirpuros szarufák fölötti, és be kell építeni egy velux tetőablakot, meg le is kell fedni. És mindenre van 11 óra, tehát szerintem kevés. A verseny szintje valóban rendkívül magas. A tavalyi évben pusztán egy versenyző tudta időn belül teljesíteni a teljes feladatsort, így András is komoly kihívásnak néz elébe. Nem számítunk semmire, tehát nincs célkitűzés, mert ez fölösleges. Azért nem egy sportverseny, hogy időre megyünk, meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Igyekszünk mindenből fölkészülni, és
Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát semmilyen előleges latolgatás vagy ilyesmi nincs. Nem, hogy megyünk oda, hogy izgulunk, hogy jaj, most mi lesz, hogy lesz. Ez már egy szép eredmény, és akkor innentől már bármi lesz, az már érték. Az oktató szerint ritka az ilyen szorgalmas ástanonc, mint Gráf András, főleg annak tekintetében, hogy a fiatalok egyre kevésbé érdeklődnek a fizikai munkával járó szakmák után. Múlik rajtam is sok része, rajtuk is nagyon sok, mennyire érdekli őket. Nem nagyon. Tehát kevés ember, akit érdekel. Nekem szerencsém van, mert 4 tanulón van, azokból azért 2-3 érdeklődik, a negyedik az abszolút, az semmit, azt nem érdekli. De ez egy jó arány. Mert tudok olyat, ahol a 10-ből 9-et nem érdekel. András viszont szorgalmas, és eredményei is azt mutatják, hogy érdemes foglalkoznia a választott mesterségével. A szakma számára különös jelentőséggel bír, hisz családi örökség is az ácsmesterség. Nagyapám is ács, és gyerekkorom óta ez egy álom igazából. Kevés jó ács szakember van a környéken, szóval keresett szakma igazából. A szabadban van, jó anyaggal dolgozunk a fával, és mindig más csinálunk, és sose csináljuk ugyanazt, nem lehet megunni. Az ácsmesterség így maga a verseny is rendkívül sokoldalú tudást igényel. A felkészülés alkalmával a barcsi versenyző és mestere is igyekeznek mindenre felkészülni, hiszen a döntő feladatai csak helyben derülnek ki a versenyzők számára. Sok matematika, sok szerkesztés, akkor kell egy kis kézügyesség azért, és nem árt, hogyha nincs tériszony, mert általában magasba dolgozunk, és erő is kell azért, fizikai képesség azért kell. Gráf Andreasért április 22-én és 23-án izgulhatunk, és természetesen a döntőben elért eredményeiről is beszámol majd a Barcs Média. Dr. Zubko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője, Párbeszéd a diákokkal Európa jövőjéről címen tartott előadást a Széchenyi Ferenc gimnáziumban. Az előadó legfőbb céljául tűzte ki, hogy a diákok tisztában legyenek az Európai Unióval kapcsolatos alaptudnivalókkal, az előnyökkel és a hátrányokkal egyaránt. Bár az utóbbi időben sok konfliktus kerül szóba az Európai Unió hallatán, az együttműködések, a partnerség is fontos és létezik. Ez lehet a summázata annak a beszélgetésnek, amelyet Barcson a gimnáziumban rendeztek meg, a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A Széchenyi Ferenc gimnáziumban megrendezett eseményen dr. Zubko Gábor előadásában fontosnak tartotta, hogy tudatosítson néhány alaptudnivalót a diákokban az Európai Unióról. Egyúttal leszögezte, hazánk egészséges gondolkodású ország. Rendkívül fontos azt tudatosítani mindenkibe, hogy Európa, az Európai Unió nem Brüsszelben van, hanem Barcson van, Kaposváron van, Budapesten van, és az Európai Unió tagországaiban mindenütt. És mi mindannyian európai polgárok vagyunk, jogaink vannak, választunk, az általunk választott képviselők, legyen az európai képviselő, vagy a kormány valamelyik tagja, képvisel minket az európai fórumokon, és ők hozzák a velünk kapcsolatos döntéseket. Tehát tudatosnak kell lenni ennek minden magyar polgárban, minden európai polgárban. A képviselet vezetője szerint a fiatalokat határozottan érdekli a téma, amit mi sem bizonyított jobban, mint hogy a gimnázium tanulói szorgalmasan jelentkeztek dr. Zubko Gábor kérdéseire. Egy probléma azért mégis van. Az előadó szerint nagyon sokszor csak a viták vannak jelen a közbeszédben, és nem a közös előnyök. Az Európai Unió az, ami Európa területén praktikusan évtizedek óta biztosítja a békét, hiszen a politikailag, gazdaságilag együttműködő országok a konfliktusaikat tárgyalásokkal, az intézményrendszeren keresztül oldják meg, hogy az európai egységes piac a gazdaságunk egyik motorja, az európai fejlesztések hozzájárulnak a Magyarország sikeréhez, több százer ember sikeres munkájához, és azt gondolom, hogy ezzel fontos, hogy tisztában legyünk, fiatalok és idősebbek, mindannyian uniós polgárok, hiszen a viták mellett a legtöbb kérdésben konszenzus van, kompromisszum van, Európa értünk dolgozik, és előnyös számunkra. Dr. Zubko Gábor ugyan azt gondolja, hogy a konfliktusok sokszor rossz irányba formálják a véleményeket, Magyarország mégis alapvetően egy egészséges gondolkodású ország.
Én azt szoktam mondani, hogy Szent István óta európai orientációjú a magyar nép, ma is az Európai Uniós tagság támogatottsága rendkívül magas, a fiatalok között még magasabb, de a viták mellett nagyon fontos, hogy az értékekre is összpontosítsunk, aktívan vegyünk részt a vitába, képviseljük és érvényesítsük a magyar érdekeket, de közben ne felejtsük el azokat a közös előnyöket, amelyet az együttműködés hoz, hiszen a világban Európa demográfiai lakosságszámban is arányaiban csökken. Egy-egy tagország sem gazdaságilag, sem politikailag nem bír akkora befolyással, hogy ebben az óriási versenyben érvényre juttathassa az érdekeit. Az Európai Unión keresztül azonban ez egy olyan közösség, ami globális szinten is hatékonyan tudja majd az érdekeket képviselni. Az előadásoknak fontos célja van. Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője szeretné, ha az Európai Unió és Európa jövője beszédtéma lenne, előnyeivel és hátrányaival együtt, fiatalok és idősek között is. Én azt gondolom, hogy a konkrét cél az, hogy kialakuljon egy párbeszéd, és folyamatos legyen a párbeszéd az európai intézmények között, és az európai intézmények és az európai polgárok között legyenek azok. Fiatalok, idősek, ezért járok gimnáziumokba, egyetemekre, nyugdíjas klubokba, találkozok vállalkozókkal, hogy ismerjem a problémákat, kérdéseket, válaszoljak, és azokat a kérdéseket pedig, és problémákat, amit jeleznek, azokat pedig közvetítsem. Az előadó már számos városban járt prezentációkat tartani. Állítása szerint már nem is számolja, hogy hány helyen volt, ugyanis folyamatosan járják az országot, és terveik szerint ezt folytatni fogják a jövőben is. Programsorozat indult a mai napon, sőt nem is a mai napon, már az elmúlt hét péntekén a Somogy megyei pedagógiai szakszolgálat Barcsi tagintézményében, és e programsorozat kapcsán hívtam meg az intézmény vezetőjét és vezetőhelyettesét hozzánk a szerkesztőségbe egy beszélgetésre. Köszöntöm Lipisné Benked Ilonát és Rudán Bernadettet, sziasztok! Szia, üdvözöljük! Nézzük gyorsan először is, hogy mi ez a szakszolgálati hét, bármiután harmadízben rendezitek, most már meg azért jó páran találkoztak vele. Minden harmadik évben, ahogy mondod, megrendeztük ezt, meg fogjuk rendezni, illetve már elkezdjük ezt a szakszolgálati hetet, amelynek célja is van, méghozzá az, hogy minél inkább megismerhessenek bennünket, a szülők, a gyerekek, a szakemberek, tudják, hogy mivel foglalkozunk, és ezt úgy tesszük meg, hogy rendezvényeket írtunk ki, és kínálunk fel mindenkinek többfajta helyszínen. Az egyik az, hogy az intézményekbe kint nyílt órákat rendezünk, ahova már korábban kiküldtük a kiajánlásokat, és a szülőket, pedagógusokat várjuk, hogy jöjjenek el ezekre a rendezvényekre. És ezen kívül beinvitáljuk őket a tagintézményünkbe, a Damjanich utca 2-be, illetve a telephelyünkre, a Széchenyi utca 2-be. Hogy a rendezvényeink olyanok, hogy szakmai, de szeretnénk úgy megvalósítani, hogy ezek ilyen interaktív formában valósuljanak meg, ahol nem csak elmondjuk elméletbe, hanem meg lehet tapasztalni, hogy mivel foglalkozunk, mi történik nálunk egy-egy fejlesztés, egy-egy vizsgálat során. Ez hogy több helyszín, ezek a nyílt órák melyik intézményekben zajlanak? A nyílt órák zajlanak Barcsi és a vidéki intézményekben egyaránt, óvodákban, iskolákban. Ezeket az intézményeknek ki is küldtük már, tehát tudnak róla, hogy mikor mehetnek, tehát a szülőknek, a pedagógusoknak meghirdettük. Egy hetes programsorozatról van szó, amiben gondolom sok-sok minden belefér. Betty, hogy terveztétek, mi minden lesz ezen a héten? Hát rengeteg mindennek készültünk ezen a héten, tulajdonképpen péntektől péntekig tart a mi műsorunk, hogy úgy mondjam. Volt már a szakszolgálatnak egy megnyitója múlt pénteken, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Egy rajzpályázatot hirdettünk meg az óvodásoknak, illetve az alsó osztályos gyerekeknek. Nagyon nagy sikere, majdnem 100 darab rajzpályázat, rajzmű bejött tulajdonképpen, és ennek volt a díjkiosztása, illetve meghívtunk vendégeket, akikkel nagyon jó viszonyt, partneri viszonyokat ápolunk, és egy ilyen eszmecsere volt pénteken. Kikre kell gondolni? Intézményvezetőkre elsősorban, illetve azokkal a vezetőkkel, például a védőnő vezetőjével, vagy a családsegítőből is jöttek, tehát, hogy széles körben, akikkel nekünk partnerkapcsolati viszonyunk van, mindenkit már kívtunk. Egy picit még a rajzpályázatra visszakanyarodnék. Ezek a rajzok megtekinthetők egyébként?
Így van, az intézményünkben sok szeretettel fogadunk mindenkit, és a nyitvatartásunk szerint megtekinthető június 15-éig, tehát nyilvános a dolog. Érdemes bejönni hozzánk, mert tényleg, hogy nagyon-nagyon szép rajzok. A téma az a tavasztündér volt, és ennek a témának a kibontása történt meg a gyerekek által. Csodálatosak ezek a művek, én úgy gondolom, hogy megérett sétált arra a Damjanics út 2 felé. És a hét mit hoz? A héten is nagyon színes műsorral készülünk, hogyha így mondhatom, vagy programunk van. Tulajdonképpen az Iri már említette, hogy nyílt órák lesznek, ezen belül szülőknek, pedagógusoknak fogunk különböző programot ajánlani, így lehet pályaválasztásról, hogy miért ezt választ, aztán a szülőket is invitáljuk arra, hogy ismerje meg a szakszolgálatnak jobban a munkáját, szeretnénk megmutatni, hogy mit is takar az, amit mi csinálunk. Aztán lesz egy játszóház, ami szintén óvodásoknak történik, ezen belül pedig tartunk pedagógusoknak és szülőknek különböző előadásokat, így például van egy ilyen címünk, hogy Mifán terem, ahol bemutatjuk a szakvéleményeket, az értelmezése megtörténik, a különböző teszteket, amelyekkel vizsgáljuk a gyerekeket, interaktív módon bemutatjuk a szülőknek. Ezen belül pedig a dolgozóknak is van egy tréningjük például, vagy van egy ötletet címmel, a szakfeladatok között egy ilyen cserebere fejlesztő játékok bemutatása fog még történni, és az intézményünkben mesejoga és meseterápia nyílt órákat lehet kipróbálni, illetve megnézni szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. Ez azt jelenti, hogy akkor a gyerekeket is folyamatosan várjátok, és nem csak a felnőtteknek kínáltok programot. A játszóház például miről szól? A játszóházat is szeretném elmondani, hogy már harmadik alkalommal szervezzük meg. Ez egy zárt körű rendezvény, úgymond, mert erre csak a középső csoportos óvodásokat hívtuk meg, de csak a barcsi gyerekeket. Ennek kimondott célja az, hogy a gyerekek ismerjenek már meg bennünket, mint dolgozókat, szakembereket, pedagógusokat, és az intézményt is, mielőtt kimegyünk hozzájuk most a szűrővizsgálatokat tavasszal elvégezni. Mert a következő hónapban megkezdődnek a logopédiai szűrővizsgálatok, a preventív vizsgálatok a nevelési tanácsadás keretében, és hogy amire kimegyünk az intézményekbe, akkor már tudják, hogy kik vagyunk, és nem fognak a gyerekekettől már félni. Tehát akkor gyakorlatilag ez már a barátkozás időszaka, vagy ez az első, így van. Megismerek benneteket, és amikor mentek már közös munkára, akkor ismerősként így üdvözölnek van, benneteket. Így van, ezzel tényleg ez volt kicsit a cél. Oldottabb lesz a hangulat. Egy-egy felmérés igen. Is. Beti, említettél valami tesztet, ez a Mifán terem. Igen. Nem is egy tesztet. Így van, tulajdonképpen a szakértői bizottság, ugye a pedagógiai szakszolgálaton belül a szakértői bizottság vizsgálja a vizsgálatra beküldött gyerekeket, és erről egy szakvélemény készül. És szeretnénk a szülőknek is segíteni, és a pedagógusoknak, hogy adott szakszót hogyan lehet például értelmezni, illetve bemutatjuk azokat a vizsgálóeljárásokat, teszteket, amelyekkel mi vizsgálunk, hogy mi mit mér. Tehát intelligencia teszt, figyelemvizsgáló teszt, ilyenekre gondolunk. Ez akkor gyakorlatilag ugyanúgy mondjuk a középső csoportos gyerekek szüleinek szól, mint mondjuk a játszóház, vagy bárki mást is vártok ide. Tehát külsősök is mehetnek, vagy meghívott vendégek vannak? Nem, bárki jöhet, mert én úgy gondolom, hogy bárkinek a gyereke a szakszolgálathoz kerülhet, és én úgy gondolom, hogy sok szülőnek van már szakvéleménye, és nem biztos, hogy egyértelmű számára adott fogalom. Itt a lehetőség arra, hogy ezt megbeszéljük, és megmutassuk neki, hogy mit, hogyan kell értelmezni. Egyébként évközben is van arra lehetőség, hogy akár egy ilyen szakvélemény, vagy bármi más kapcsán bekopogtassanak hozzátok, hogy segítséget kérjenek mondjuk értelmezni egy szakszöveget? Én azt gondolom, hogy igen, tehát bármikor nyitott az ajtónk, és természetesen egy időpont egyeztetéssel a szülők rendelkezésére, vagy a pedagógusok rendelkezésére állunk, és nagyon szívesen elmondjuk a vizsgálati véleményt, és amúgy is a szülőkkel mindig ismertetjük a vizsgálatnak az eredményét, de nyilván leírva ez teljesen más jelent, mint amikor itt szóban megbeszéljük. És akkor itt most lehetősége lesz arra, hogy ami le van írva, az újból egy újfajta értelmezést nyerjen. Itt közben azon gondolkodtam, hogy ugye már az elején azt mondtad, hogy azért találtátok ki ezt a szakszolgálati hetet, hogy megismerjenek benneteket, hogy gyakorlatilag, hogy van még olyan ember, aki
nem tudja, hogy működtök, és rájöttem, hogy igen, mert ahogy születnek a gyerekek, újszülők jönnek a képbe, és nem biztos, hogy tudják, hogy van egy szakszolgálatunk, hogy az az, ami a nevelési volt, és hogy egyáltalán mi mindennel foglalkozik. Tehát mi a 3 év tapasztalata? Ha mindjárt válaszolok a kérdésedre, de ha visszatérhetnék a játszóházra egy pillanatra, azt azért még szeretném elmondani, hogy részesei vagyunk egy ilyen megyei bázisprogramnak, ami azt jelenti, hogy a jó gyakorlatoknak a bemutatása, mert ez a megyében nem mindenütt valósul meg. Tehát ez egy olyan rendezvény lesz a játszóház, ahova lehetett feljelentkezni pedagógusoknak, szakszolgálati dolgozóknak, és ők is láthatják, vagy megnézhetik, hogy ezt mi hogyan valósítjuk meg. Mert ez egy nagyon érdekes dolog, és a szűrővizsgálatok után ezek a gyerekek, ahogy itt a Betty már egy kicsit előre utalt rá, hát akik kiszűrésre kerülnek, vagy gyengébben teljesítenek, ősszel már jönnek hozzánk majd vizsgálatra. A mostani kérdésedre pedig annyit válaszolnék, hogy igen, van értelme ennek, hogy minden évben ezt megrendezzük, és minden évben propagáljuk magunkat, hogy jöjjenek, ismerjenek meg. Pénteken volt egy rendezvényünk, igaz, hogy oda főként a vezetőket, vagy azokat a partnereket hívtuk meg, akikkel szinte azt mondhatom, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk. Mégis voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát sok újat hallottak, és mivel bemutatkoztunk mindannyian, kértem a kollégáimat, hogy név szerint mutatkozzanak be, és mondják el, hogy mi az a terület, amivel foglalkoznak. Sok embert meglepett ez, hogy milyen nagyon képzettek az embereink, és hogy milyen sokoldalúak. Igen, mert tulajdonképpen akárki kapcsolatba kerül veletek, akár a gyerekek, akár mondjuk az unokák révén, vagy ismerősök révén, vagy munka révén, azok mindig csak egy falatot, vagy egy kis részét ismerik meg a munkátoknak, és hogy mennyire szertágazó, azt pedig nem. Úgyhogy nem csodálkozom rajt, hogy mindig, akik gyakran mennek hozzátok, azok is találnak mindig valami újat. Így van, és nagyon örültem annak, hogy a vendégek között volt olyan, aki szülőként is már részt vett nálunk, és nagyon pozitívan nyilatkozott, de így is, hogy tényleg azt mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, és mégis úgy nyilatkoztak, hogy pénteken, amikor volt ez a diskurzusunk, hogy hát az milyen jó sikerült, milyen jó, hogy együtt láttak bennünket, hogy most tudják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk így együtt. Egyébként ugyanúgy, ahogy az oktatás terén vannak mindig új módszerek, nálatok is vannak a fejlesztés terén újdonságok? Igen, mindig vannak. A teszteket is, a vizsgáló eljárásokat is, ahogy bővülnek, akkor azt mi is kiterjesztjük, mindig az új dolgokat bevezetjük, de ez ugyanígy vonatkozik a pedagógusaink, nagyon innovatív személyiségek is, bizony törekednek arra, hogy minél többfajta végzettségük meglegyen, és ahogy megszerzik ezeket, a gyakorlatban már is alkalmazzák. Most gondolok itt a korai fejlesztésre, vagy a nevelési tanácsadásra, hát a gyógytestnevelésbe is beleviszik azokat az újabb tanfolyamokon szerzett tapasztalataikat, beépítik a gyakorlat során. Igen, mindig belevisszük, és mindig viszünk újat. Betty, a szülők vevők ezekre az újdonságokra? Igen, én úgy gondolom, hogy teljesen egyenértékű partnerek, és mindig lehet rájuk számítani, és örömmel várják is azt, hogy valami újdonság legyen, tehát ez a mi tapasztalatunk. Akkor egyetlen egy dolgunk van már. Hívjunk meg mindenkit erre a hétre. Én meghívom a szülőket nagyon-nagyon sok szeretettel. Érdemes, higgyék el, eljönni, mert megtapasztalhatják, hogy mi a gyerekeik, akik hozzánk járnak, hogy mi az, amivel találkozhatnak, bár valamelyik területen, vagy csak azért jöjjenek, hogy lássák, hogy mi történik nálunk, és több vagy másfajta információt kaphassanak rólunk, ismerkedjenek meg velünk, ismerjék meg a munkánkat. Én is ugyan csatlakozom az előttem szólóhoz, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy aki bejön hozzánk, az egy nyertes lesz, mert valami olyannal fog megismerkedni, amit még nem látott. Találkozunk akkor a szakszolgálati héten. Köszönöm szépen a tájékoztatót. Köszönjük szépen. A kerékpározás szerelmesei a jó idő beköszöntével kerékpárra pattantak, közel 50 biciklis oda-vissza 60 kilométert kerekezett határon innen és túl, hogy tiszteletét tegye a horvátországi Križnica településen. A kerekezők között rutinos és újonc túrázók is áldoztak a szabadidős sportoltárán.
A tavasz beköszöntének biztos jele az, hogy megjelennek a települések útjain a kerékpárosok. A szabadidősport szerelmeseinek a nagy létszámú együtt töltött mozgásöröm lehetőségére sem kellett sokat várniuk, hiszen a Városi Sportegyesület túraszakosztálya jóvoltából a krizsnicai bicikli túra remek lehetőséget nyújtott az együtt kerekezésre. Tehát a legfontosabb az, hogy túra jelleggel megyünk, korosztálytól függetlenül, tehát minden korosztályra figyelemmel leszünk, nem verseny, nem időre megyünk, az a lényeg, hogy egy kellemes kikapcsolódást tudjunk biztosítani a lakosságnak, illetve a résztvevőknek. Az immáron hatodik alkalommal megrendezett túra tehát a kicsiket és nagyokat, az idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt megmozgatta, mivel a résztvevők között valóban minden korosztály képviseltette magát. Mit gondolsz, milyen lesz, vagy mire számítasz? Biztos jó, meg élménnyel teli. És kikkel jöttél el a mai napra? Hát jön majd a barátom. Ő is jön. És honnan jött az ötlet, hogy ti induljatok most akkor, hogyha még nem voltatok ilyenen? Hát ő szólt nekem, hogy ő szokott ilyenen járni, és akkor én is belecsaptam. Ahelyett, hogy biciklivel jártam volna dolgozni, autóztam. Amikor nyugdíjba mentem, akkor kezdtem el biciklizni. Ezelőtt 3 évvel indultam el először a Barcs-Virovitizán, azóta semmit nem hagyok ki, és általában jó időben, 2 naponta 10-20 kilométert letekerek. Egyértelműen sokkal jobban érzem magam, sokkal könnyebben vagyok. Ráadásul a kerékpár mindentől eltekintve kiméri az ízületet. Kevésbé fáj a térdem, mint egy gyaloglástól, talán az úzással tudnám összehasonlítani. Úgyhogy 67 évesen nagyon szívesen megyek biciklizni. Amint egy 60 kilométeres oda-vissza út az átlag kerékpározó számára soknak tűnhet, viszont a megtett méterek nem csak a sportteljesítmény örömét nyújtották a résztvevők számára. Én sakkozok, meg irodába dolgozok, és mindenképpen muszáj valami mozgásra szüksége van az embernek. Ugye jól is esik, egészség miatt is fontos, úgyhogy jól érezzük magunkat. Először is jó idő van, és akkor elütjük az időt, másodszor pedig hát mindig érdekes átmenni a határ másik oldalára. És hát szépet lehet látni, azért szép a Dráva, meg szép az a környék. Nálunk meg nincs ilyen függőhit például. A túrára előzetesen több mint 50-en jelentkeztek, továbbá az indulás helyszínén is regisztrálhattak azok, akik elfelejtették előre jelezni részvételi szándékukat. Jobb biciklizni, mint otthon ülni, és szeretek nagyon sportolni. Mit gondolsz, a későbbiekben majd, hogyha már mondjuk autóba paktansz, vagy munkába jársz, akkor is fogsz tudni időt szakítani arra, hogy biciklizzél? Igen, mert apával mi mindig rengeteget bicikliztünk, már amikor kicsi voltam, szóval nekem ez már egy hobbi. A versenysportok mellett a szabadidős sporttevékenységek is jelentős szerepet játszanak Barcsváros sportéletében. Míg az előbbi előzetes ismereteket és komoly felkészülést kíván, addig a szabadidős mozgásformákban sokkal inkább a részvétel a fontos, mint sem a teljesítmény. Megvannak a különböző szabadidős programok, a gyalogtúra, a kocogás, a kerékpártúrák, az úszás, és ennek az egyik válfaja a mai kerékpártúra is, és ami lényeges, hogy nem teljesítményorientált. Tehát nem az a cél, hogy most ki milyen gyorsan és milyen intenzitásra tudja teljesíteni ugyanazt a távot. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy együtt megyünk, egy közösséget, egy csapatot fogunk alkotni, és ennek megfelelően vigyázunk is egymásra. A túrázók egy halászli elfogyasztása után vették újra Barcs felé az irányt. A túrát végig egy biztosító autó követte, felkészülve a váratlan események orvoslására. A szervezők májusban invitálják újra biciklitúrára azokat, akik kedvet kaptak a szabadidőben és jó hangulatban zajló kerekezésre. Ennyi fért a heti krónikánkba, nézzük még egyszer a főbb témákat röviden. A barcsi fejlesztéseket járták körbe a helyi képviselők. Hosszabb lesz a leállás a felújítások miatt a fürdőn, de a szezonra minden elkészül. Új fecskendőt kaptak a barcsi tűzoltók. Az országos 10-ből egy autó ide érkezett. Hetek óta készül a Hungexpo-ra a barcsi Ács kiválóság, Graf Andreas. A kulisszák mögé néztünk. Az unió nem csak konfliktus és harc, az Európai Unió együttműködés is. A gimnáziumban beszélgettek a nemzetközi együttműködésről. Újoncok is kerékpára pattantak, hogy átkerekezzenek Krizsnicára. A tavasz beköszöntével egy sor túra várja az érdeklődőket.
A Bacsi Krónika ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva is, addig is hívjanak bennünket a 0670 639 102 7-es, vagy az 565 266-os telefonszámon, és várjuk kérdéseiket, véleményeiket, témajavaslataikat az infokukac@bacsmedia.hu címen is. Viszontlátásra!